legtöbben, Bill Gates pedig úgy gondolja, hogy ezeket a moszkitókat érdemes lenne egy kicsit jobban megfertőzni, és a civilizált világra is rászabadítani, mert hogy el kell érni azt, hogy a pénzügyi világhatalom ne egyedül tervezze a világ sorsát, hanem az a bizonyos 6,5 milliárd ember pusztuljon el. És itt kell megértenünk, hogy vagy Bill Gates, vagy mi, vagy a pénzügyi világhatalom, vagy mi. Nincs e kérdésben kompromisszum, mert bizony ez nem mehet tovább úgy, ahogy ők tervezik. Ébrednie kell a magyarnak, és meg kell értenünk mindannyiunknak, hogy ha továbbra is így éljük az életünket, akkor bizony eljön az idő, tessék ide jönni hozzám, eljön az idő, amikor az utolsó magyar is meghal a hazában. Ezt pedig nem szabad kivárnunk, hanem cselekednünk kell, át kell szerveznünk az életünket. Trianonnak ez az üzenete, mert Trianon nem csak a magyarság gyásznapja, hanem a figyelmeztető intőjel is, hogy a magyarságnak meg kell újulnia. Budapestről hoztam az egyik kötetemből egy trianoni emlékező verset nektek, önöknek. Szilágyi Nóra, június 4-e 1920, gyászunk. Fordulatoktól fáradt lelkem koppan az éjj fekete csendben, csak szál égi láthatatlanba, imám, hol még álmaim hiszem. Tán ott a végtelen örökben marad, vagy kincseit lelem. A világ ármányait viszem, hogy tisztára mossák a tengerek, égi vizek, én most így hiszem. Béke csillagát is keresem, felettük mi földi emberek, vagy messzebbre elkóborolt szegény. Harci köd, vérszak terjeng köztünk, tévelyeg az óceánok mélyén, fortyog, zubog a jók, tűzhelyén, fütyül a Kárpátok fölött, vádpoklot formál a lelkekben, elszabadul a szeretet mögött. A békével, ha majd beszélhetnék, számon kérném, tán követelném az igaztalan sorsutalást, mert lelkünkből nem száműzhetnénk méltatlanul gonosz elvek után hatalmasok osztotta esélyt. Ki javakért kárunkra tapsolt, s javakért árult el hazát, jött mentekkel ásott ki csapdát, szenvedésünk hulljon vissza rá. Istenünk tekinte újra ránk, imádkozzunk mindnyájunkért hozzá. Jövevény hordák szőttek törvényt, gyűlöletet terítettek szét. Vállainkon, asztalainkra jognak pénzzel szereztek érvényt, ki vörösben sírásot remélt, magyar honnak elveszít minden esélyt. Olyan lassan ég a pecsét a toll, elhamvad. Lesz másként? Mi hiszünk. Imám, hol még álmaim hiszem, valóst hoz magunkért, magunktól, vagyunk, örökkön leszünk, hiszünk. Méltón, ahogy nekünk kiszabadott. Biztatlak, szeretlek nemzetem,
rongyosra szaggatott szíveken fény törtett e sok határ felé. Pedig Trianon szennyét szűrik uniós jelű poharakba, és kétes gyógyírt csorgatnak mellé. Emlékeznünk kell, de még gyászban, és inni tiszta vizeinkből, együtt, hogy új ünnep is legyen. Csak a hűeknek adjunk helyet, mert az ártó is ide siet. Imádkozom, míg álmaim hiszem. Enszilágyi Nóra a saját versét mondta el. És az, hogy a lélek szavai megérintenek bennünket, az nem véletlen, mert a magyarság pontosan azzal a küldetéssel érkezett a földre, hogy a Jóisten akaratát beteljesítve egyfajta ellenpólusa legyen ezeknek a világ pusztító erőknek. Milyen érdekes az, hogy a köztársasági elnök palotája előtt az a 17 honvéd, aki a magyar hadseregnek a felét alkotja, mert a másik fele éppen pihen, hivatott megvédeni a hazát. Vannak néhányan Afganisztánban, meg a világ távoli pontján, mert bizony a 48-as 12 pont, hogy a katonákat hozzuk haza, és ne legyen idegen földön magyar katona, mindeddig nem teljesült. A 48-as 12 pontnak az első pontja az, hogy a cenzúrát töröljük el, és legyen szabad a magyar sajtó. Ez mind a mai napig nem teljesült. Magyarországon a média egyfajta hamis tudat függönyével butítja el a magyart. Gondoljuk el, hogy az a napi 5 óra tévénézés honnan veszi el az erőt, az energiát. Mert a magyar ember, amikor a televíziót nézi, előtte dolgozott vagy tanult, és tulajdonképpen ha a pihenésre, egyáltalán a létezésre fordított időt sorra vesszük, akkor kiderül, hogy pontosan ez a napi 5 óra hiányzik a nemzetépítésből. Ez az az 5 óra, amelyet a sorozatok, a hamis híreket közlő hírműsorok, és egyáltalán a média úgy, ahogy van, elvesz tőlünk. Tehát jó lesz egy kicsit önmagunkon kezdenünk a változást, mert mindaddig, amíg nem tudjuk a saját életünket rendbe tenni, mindaddig, amíg dróton rángatnak bennünket és előre programoznak, hiszen a hírműsorok után jönnek a véleményműsorok, amikor a nézőnek az agyába beépítik, hogy másnap a buszon milyen politikai kérdésről milyen véleményt kell alkotnia. Van egy A változat, meg van egy B változat, mert egymással beszélgetnek a stúdióban. És bizony az A változat és a B változat is a nemzet romlását, a magyarság végfelszámolását eredményezi. Tanuljuk meg a legfontosabb gombot a televízió távvezérlőjén, rá van írva, hogy off, két F-fel. Tessék használni, és helyette a magyar nemzet lelkét építeni, akár egyetlen dalocska is meg tudja változtatni a világnak a sorsát. Az a süss fel nap kezdetű dalocska, amely nekünk még ott él a lelkünkben, és rögtön tudjuk, süss fel nap, ugye, kezdődik, és akkor tudjuk folytatni mindannyian. De vajon azok a gyermekek, akik a rajzfilmek
villanypásztora mellett nőnek fel. Vajon el tudják-e énekelni ezt a dalt? Vajon tudják-e, hogy mit jelent magyarnak lenni? Mert nekünk, magyaroknak 300 ezer dalunk van, és az a Bartók, Kodály és társai által összegyűjtött népdal kincs, amely a mi hagyatékunk, még korán sincs feldolgozva. Összehasonlításképpen a norvégoknak a 20. századi Sramli zenével együtt 50 népdaluk van, és azt sem ismerik. És gondoljuk el, hogy a 300 ezer népdal hány nemzedéknek a lelki tápláléka tud lenni, hiszen mindannyian tudjuk azt, hogy ha reggel meghallunk egy dalt, akkor az egész nap a lelkünkben, a fülünkben ott fog zsongani. Ezért nagyon fontos, hogy reggel, amikor szokása szerint ki a kávéját kavargatja, ki valami mást, ne engedjük, hogy fülférgek üljenek a lelkünkbe, mert bizony az a tuc, az nagyon könnyen alkalmazza. Köszönöm a tapsot, egyet értenek vele, de bizony gondoskodnunk kell arról, hogy a magyar lakásban magyar zene szólaljon meg, és különösen reggel, amikor az embernek a lelke még nyitott, amikor egy új nap kezdődik, és egy lehetőség a megújulásra, akkor ne kényszerítsenek be bennünket azokba a panelekbe, és itt nem kell mondanom, hogy nagyon sok bűnözőt megemlíthetnénk, akik a magyar lélek ellen ilyen-olyan módon merényletet követnek el. De bizony a lelki megújulásunk önmagunkon kezdődik, és hogyha önmagunknak tudjuk biztosítani azt a hátteret, amivel a lélek mérgezéssel szembe tudunk szállni, akkor nem tudnak bennünket a föld színéről letörölni. Megpróbálták már annak idején még az őshazában, a mai Kijev városa a magyaroknak a fővárosa volt, és abban a városban álmos volt a király, ahogy több forrás feljegyezte, és bizony Fócius, bizánci pátriárka azt is feljegyezte, hogy a magyarok álmos udvarában valamiféle maniheista vallást gyakorolnak. Na most, amit a bizánci pátriárka maniheizmusnak gondolt, az nem más, mint a magyar ősvallás. A magyarság számára Jézusnak a tanítása, aki vérünkből való volt, és el ne tévesszük, mert olyan világot élünk, hogy a Szentírást is 7000 helyen hamisították meg. Tehát ha kinyitom a Szentírást, akkor nem csak a leírt betűk, a leírt szavak kell, hogy eljussanak a lelkemig, hanem egyfajta szűrőn keresztül meg kell, hogy értsem, hogy mi abban az igaz és mi a hamis. Ott kezdődik, hogy az ősvallásunknak föl sem merült, hogy része legyen egy idegen vallásnak a könyve, amely gyűlöletre, gyilkosságra, népirtásra, a víz vérré változtatására tanít. Ezzel szemben az eredendő Jézusi tanítások szeretetre, a víz borrá változtatására és az emberek felemelésére tanítanak, és nekünk nincs okunk, hogy ezt az eredendő őskeresztény tanítást bármilyen módon megcsúfoljuk. Tehát nem csak olvasnunk kell a Szentírást, hanem meg is kell értenünk, és hogyha a lelkiismeretünk működik, akkor meg fogjuk találni azokat a pontokat,
amikor a Szentíráson keresztül helyre tudjuk tenni azt az igazságot, hiszen a mi kereszténységünk az egyenesen a vérünkből való Jézustól való, és már az első században hun apáink körtemplomokat építettek. Ma is a Kárpát-medencében, ha önök elmennek különböző helyekre, meg fogják találni azoknak a körtemplomoknak a nyomát. Nagyon sok körtemplom van, csak igyekeznek titkolni. Olyan is van, hogy a nagy templomba a körtemplomot beépítették, pontosabban a körtemplom lett a nagy templomnak a szentélye, és hozzáépítettek egy nagy hajót, és igyekeznek azt az ős vallásból örökölt kőbeli és lélekbeli hagyatékot tőlünk elválasztani. Álmos bátyám, készülj föl, mert azt a magyar hiszek egyet tőled szeretnénk hallani, és szeretnénk azt, hogy a lelkünk ezzel a gondolattal teljen el, mert milyen érdekes, hogy azóta sem sikerült tömörebben megfogalmazni a magyarok üzenetét. Én emlékszem, édesanyám mondta, hogy az iskolában minden nap a hiszek egyről kezdődött a tanítás, és bizony azok a gyerekek idős korukra is eleven lélekkel tapasztalták. Ezzel szemben én, amikor bementem az iskolába, hogy na, itt vagyok, első osztályos tanuló, akkor kivezényeltek bennünket, és ejhaj, száll az ének, zeng az ének, szép az ének. Ezt az úttörő nótát kellett énekelni. Miért? Azért, hogy a hiszek egynek a helyét elfoglalja. Nem rossz az a dal, lehet énekelni, hogyha valakinek nincs jobb, de azért tudnunk kell, hogy minek a helyét foglalta el. A magyar hiszek egynél fontosabb gondolatot egyetlen gyermeknek sem adhatunk tovább. Az Isten áldja meg az unokát, aki itt volt az előbb. Minden elhangzott csak a költőnő neve. Papvári Elemérné Sziklai Szeréna verse következik. Másképpen úgy mondják, hogy a magyar hitvallás, de a hitvallás az a címe. Hiszek egy Istenben. Hiszek egy hazában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában. Ez az én vallásom, ez az én életem. Ezért a keresztet vállaimra veszem, ezért magamat is reá feszítettem. Szeretném harsogni a kétkedők fülébe, szeretném égetni a reszketők lelkébe. Ez a hit, a fegyver, hatalom és élet. Ezzel porba zúzod minden ellenséged, ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogod sejmébe, ezt, ha belevésed kardod pengéjébe, halottak országát föltámasztod véle. Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted. Munkás, ki ennek ész, dicsőséget vettél. Asszony, ki ezt tanítod, áldott lesz a neved. Munkás, ki ezzel kész, új hazát szereztél. Polgár, ki ezzel kész, új hazát szereztél. Magyar, e szent hittel mindent visszavett. Mert a hit az erő, mert aki hisz, az győzött, mert az a halál és a kárhozat urával, az élet urával szövetséget kötött.
annak nincs többé vész, mitől megjegyen. Annak vas a szíve minden vészel, minden rémmel szemben, mert véle az Isten. Annak lába nyomán zöldül a temető, virágdíszbe borul az eltiport mező, édes madárdaltól hangos lesz az erdő, napsugártól fényes lesz a házatája, mézes a kenyere, boldogság tanája. Minden nemzetségé az Isten áldása. Magyar, de most árva, elhagyott, veszendő. Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő. Magyar, legyen hited, s tied a jövendő. Magyar, legyen hited, és részen országod. Minden nemzetek közt az első, az áldott, Isten, amit néked címeredbe vágod, szíved is dobogja, szavad is hirdesse, ajkad azt rebegje, reggel, délbe, este, hogy véreddé váljon az ige, az eszme. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. Gyerekek, szeretném, szeretném azt elmondani, hogy ez a Király Álmos bácsi, ő ügyvéd volt, és ügyvéd is, nyugdíjas, és rendszeres betelefonálója az Álmos Király Akadémiának, és a szintén dr. Kubinyi Tamás megalapította a Hunyadi Intézményt, és ő is az alapítók közé tartozik, egy igen jeles ember, és újabban kezdte szavalni, van Erdélyben egy kislány, 9 éves korától ír verseket, most 14 éves, fantasztikus, és Király Álmos, az Álmos Király Televízió a rendezvényében és műsorai alatt is elszavaljanak a gyermeknek a verseit. Ő azt mondja, ő az elkövetkezendő Petőfi Sándorunk. Majd erről egy más alkalommal szeretnék beszélni hozzátok, és még mennyi mindent itt nem tudunk, amit az Álmos Király Televízióban, ha néznétek, megtanulnátok. És köszönöm szépen a részvételt, és Tamásnak telefonálok hétfőn, és azt hiszem, hogy tolmácsolhatom neki, hogy nagyon jól éreztük magunkat, ugye? És én is úgy érzem, hogy jobb volt ez a megemlékezés, mintha dokumentumfilmek tömkelegét vetítettük volna be, mert ez hozzánk szólt, ugye? Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a megjelenést, és most azt tanácsolom, hogy vitassuk egymás között, vagy beszélgessünk arról, hogy kinek mit jelentett, vagy jelent Trianon. Azt hiszem, hogy mindent. Szóval köszönöm szépen, a Jóisten áldjon meg mindnyájunkat. Köszönöm szépen. Nagyon szép volt ez a műsor, főleg ez a verset, ez mindenkit megdöbbentett. Ezt a Tamás soha nem hallottuk ezt a verset. Tamás ajánlott, hogy ezt veszítsük le.